Letette a hivatali esküt az aténi elnöki palotában az új görög kormány. A kabinet mind az 51 tagja kezét a Bibliára téve mondta el fogadalmát a görög ortodox egyház vezetője előtt, majd aláírta megbízatását. A tagok közt mindössze 4 nő van. Az új demokrácia vasárnapi győzelme után Kyriakos Mitsotakis alakíthatott kormányt. A legnagyobb feladat minden bizonnyal az új pénzügyminiszterre, Christos Teikourászra hárul majd, aki 2015 előtt is már a tárcánál volt helyettes, ugyanis neki kell végigvinnie az adócsökkentéseket és privatizációkat. A külügyi tárca élére a volt igazságügyi és védelmi miniszter Nikos Dendiás került, aki többször szembehelyezkedett már Ankarával, ám bár jó viszonyt ápol az uniós elöljárókkal. A kormány fő Panagiatos Pikramennost választotta helyettesének, egy olyan veterán konzervatív politikust, aki 2012-ben 2 hónapon át már vezette Görögországot.